Köszönöm. Sziasztok és köszöntelek titeket ebben a mai videóban, amiben egy olyan dologra vállalkoztunk, amit lehet, hogy nem teljesen gondoltunk át. Ugyanis a mai videóban életet fogunk cserélni. Még azt nem tudjuk, hogy ki kivel fog életet cserélni. Amfinnél és Istinél volt már egy ilyen videó, csak ők lakást cseréltek. Mi viszont egy teljes életet fogunk cserélni egy napra, ami azt jelenti, hogy ebben a pillanatban itt kisorsoljuk, hogy ki kivel cserél. Odaadjuk a kocsi kulcsot, odaadjuk a lakáskulcsot, odaadjuk a kutyát, odaadjuk a barátnőt. Igazából úgy kell volna, hogy felírjuk egy lapra, de senki nem gondolta. Én azt akartam, hogy hozok szerencsés ütiket, és kinyitjuk, és benne van, hogy baj. És hogy teszed be a szerencsés ütiket? Vagy széttépem a szerencsés ütiket, és én ezt felluxozom. Na, készen álltok, srácok? Aha. Akkor a nyertes lesz nyertes, akkor én leszek. Nem, a nyertes lesz Ábel. Egy menet? Egy. Jó, mehet. És nyerés. Kő, papír, rollo. Ez most kinyer? Ja, Harry. Tessem, hát akkor ott a kutyád. Van-e kutyád, Harry? Már így ahogy. Hol hagytad a kutyád? Ott van. Új gazdít, hol az új gazdít? Toby! Szóval, bár hova utazok vele, akkor a kettő lesz a mindig oda, igen. Jó. Na, Tobi, marad. Nagyon okos, marad. Nem, marad! Elsülésem. Tobi, jó? Tobi, helyedre. Gyere. Ketre, Tobi. Befele. Tobi. Befele, Tobi. Tobi, helyedre. Befele. Úgy, okos, hopp. Hopp, be. Okos, jó. Oké, okay, hátsó két lábát megfogod. A combjánál, és felemeled, és bedobod őt. Hú, tesó. Na, így. Jó, marad. Okay. Marad, marad. Szegény! Mi ez a itt pörtön lakod? Itt lehúzod, és így becsukod. Jó, rendben. Szóval a mai napra Ábel leszek, Ábel lakásában fogok lakni, Ábel kutyáját én gondozom. Majd erről egy picit később beszélek, de nem ez az egyetlen probléma, hogy Ábel kutyáját kell gondoznom, hanem... Júj, Ábel! Júj! Hanem az, hogy ugyan manuális váltós autóval kezdtem a pályafutásomat kb. 6 évig, de 2-3 éve már csak automatát vezetek, és nagyon rég vezettem manuális váltós autót, úgyhogy... Baby! Get it! Régen szerettem volna kiskutyát, és ezt anyukámék megtiltották nekem, bár 25 éves vagyok, de még most is mondják, hogy esélytelen, mert egyszer kaptam két kisegeret, és hát mondjuk úgy, hogy egy picit elfelejtettem őket etetni, itatni, aztán lehet, hogy meghaltak a ketrecben, és mondták, hogy amíg saját magamról nem tudok rendesen gondoskodni, addig nem lehet kutyám. Viszont mivel már Ábel vagyok, ezért ma lehet kutyám, és tulajdonképpen értek is a kutyákhoz, mivel Ábel ért a kutyákhoz. Mivel most Ábel vagyok, ezért nagyon jól tudom, hogy Henry barátom nagyon jól parkol. Viszont mivel én Ábel vagyok, és én tudom magamról, hogy én nem parkolok jól, elég nehéz lesz beparkolni, de megpróbáljuk. Tökéletes. Jaj, ne, maradsz, okos, okos, nyugi, marad, nagyon okos, marad, csak ki ne gyere. Jól van, ügyes vagy. Jó van, Tobikám, ügyes vagy. Na most azt fogjuk csinálni, mivel ilyen okos kutya vagy, egyedül fogsz liftezni. Ide bemész. Jól van. Jó. Oké, ennyit segítek. Így. Jó. Jó. Tobi, nyomd meg a hármast! Ügyes vagy, Tobi! Jól van. Jól van. Ügyes vagy, Tobi. Hát nagyon ügyes vagy. Tobi! Na, mutasd az utat, Tobikám! Ó, milyen helyed van! Jó van, mindjárt kapsz vizet. Szólj, ha szomjas vagy. Tobikám, szólj, ha pisilni kell, és nem megyünk pisilni. Jó, csak annyit szólj. Mondd, hogy pisilni kell. Jaj, ha igazán menő akarsz lenni, és rámutat a papír, Tobikám! Jaj! Bár ugye itt lakok, viszont még soha nem voltam itthon. Tobikám, nagyon gazdízé vagy.
Mindjárt megyünk sétálni. Ú, ez nagyon kicsi. Tobesz. Jaj, Tobi, az meg. Ne, nem szabad. A kurva. Ati. Ati. Viszont azt tudom, hogy mielőtt bárhol elmegyünk Tobival, mert ugye sétáltatni kell Tobit, előtte adok neki kaját. Ahogy látom, magamnak elrejtettem itt még egy kis ilyen easter egget az ágyon. Van egy felirat, hogy cső, valaki, ez vagy te. Miért nem áll, de hülye vagy. Nagyon okos vagy, Tobikán. Eljött az ideje, hogy megetessem Tobit, mert pont annyi az idő. Nem, mintha tudnám, mikor kell kutyát etetni, viszont most érzem, hogy annyi az idő, úgyhogy... Ott a kutyakaja, te jó Isten, ez nem a kecske. Hol a tálad, Tobi? Hol a tálad? Aha, jó, hát ez nem segített. Na, ez jó lesz. Tobikám, 130 grammot kell kimérnem neked ebből, ami érzésre fog most menni. Ennyi. Lehet egy picit több. Mindjárt, Tobi, mindjárt. Hát, 229 maradhat? Jól van, marad akkor. Arra gondoltam, hogy most, hogy Tobival itthon vagyunk együtt, kicsit PlayStation-ezök, viszont picit unom már így a lakást, úgyhogy egy picit átrendezem, mert már itt lakok kb. Hát 3-4 hónapja, ha jól emlékszem, vagy fél éve. Úgyhogy arra gondoltam, hogy Tobi is tuti unja már, hogy ott a helye. Picit így átrendezem az egész lakást. Kicsi. Hoppá. Mivel csak Ludovico Einaudit tudok játszani, ezért most Ludovico Einaudit fog megpróbálni játszani. Ábel voltam, és a repertoáromat hallhattátok. Gyere, Robi, hopp! Gyere! Jó! Fekszik! Jó, azért jó, mert ott van konnektor a fejnél. Szóval be tudom dugni este a telefonomat tölteni. Szerintem az a polc, az menjen oda. Az, hogy az előbb említett kis figura, amit már mutattam a videó elején, itt van Ábel éjjeli szekrényén, ez nem is olyan zavaró. De a testápolót azt nem a fürdőszába szoktuk használni? Most, hogy így napközben vagyunk, és itt áll előttünk az egész nap, gyönyörű idő van kint, Tobit is kell vinni sétálni, támadt egy nagyon-nagyon jó ötletem. Buriski. Kutyával nem lehet játszani. Gyere, Tobes! Jó, van, megyünk sétálni. Ül, Tobi. Okos, hát tudod te. Adj egy pacsit. Beszarok, Tobi! Na, most, hogy indulunk, még van egy nagyon fontos dolog, Tobi. Ahogy kinyitom ezt az ajtót, ki kell maszkolni az ajtót, ahogy Vácra ugrunk, mert most megyünk Vácra sétálni. Tobi, úgy, okos, jó van, és lassan, gyere. Egyszer tanították, amikor még a mi 65 kilós kutyánkat járattam kutyasuliba, hogy így picit meg kell húzogatni a kutyát, hogyha így nagyon húz, hát így nem az, hogy rángatni kell, de így meg kell erősebben húzni hátra, és mondani, hogy lassan, és akkor lassabban fog menni, és egyébként ez beválik, mert nézzétek, most elmegy, lassan, jó van, okos, így lassan, ügyes, látjátok? Szóval nem is vagy olyan hülye, Tobi. Tobi, el ne szökjön. Tobi! Ez mi? Most van egy Golden Retriever, azt tudja, egy ismerősünknek is van, és amikor ők kiszipoltak... Hát ez mi? Mert gyere, dobálom neked a labdát.
Oké, Tobi, figyelj rám egy picit. Kapsz egy nagyon fontos feladatot, kicsit fejlesztjük az agyadat, mert Ábel ugye szokta fejleszteni, és én Ábel vagyok most, úgyhogy fejlesztem az agyadat. Oké, a feladat az lesz, hogy mögöttem látsz 100 000 darab műanyag poharat, és meg kell találnod a 100 000 darab műanyag pohár közül azt a kettőt, azt a hármat, ami alá elrejtettünk neked kaját. Menni fog? Szóval itt mögöttem, csak halkan mondom, hogy Tobin, hogy rájöjjön, hogy hol vannak a jutalomfalatok. Elrejtettünk 100 000 darab műanyag poharat, és körültekintően, nagyon körültekintően elrejtettünk 3 darab jutalomfalatot a műanyag poharak alatt, mint ahogy láthatjátok, úgyhogy Tobinak az lesz a feladata, hogy megtalálja, hogy melyik alatt van. Megjelöltük azokat, amelyik... Ó. Tobi, gyere! Tobi! Tobi! Gyere! Tobi! Jó van, gyere, Tobi! Keresd, gyere! Keresd, gyere ide! Tobi, keresd, 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 keresd! Ó, hol van? Hol van? Ne már! Tobi, hát felborítottad a szalámit! Azaz, keresd, ügyes, azaz! Ügye, jó, azt nem, elég volt, nem esszük meg, nem esszük meg. Á, fúj. Keresd, keresd. Tobi. Ott egy szalámi, Tobi. Na, srácok, köszöntöm Ábel nézőit és a Tobi vlog nézőit. Így, hogy egy napig nálam volt Tobi és még mindig nálam van, gyere már ide. Megerősödött bennem, hogy nem állok készen arra, hogy gazdi legyek. Nagyon jó az, hogyha valakinek van egy kutyája, nagyon szeretem a kutyákat, nagyon jó nézni, amikor aranyosan sétálgatnak a Dunaparton. De nevelni titeket nagyon nagy türelem kell hozzá, és etetni meg mindent, hát magamat nem szoktam etetni, hogy tudnánk téged etetni. Úgyhogy le a kalappal a gazdik előtt. Hol az Ábel? Jaj, de hiányzott. Milyen napot? 6 éve nem borotválkoztam. Gyönyörű vagy. Na hát érkeztünk a nap végéhez, egy nagyon-nagyon tanulságos nap végéhez, ugyanis rájöttem, hogy nekem még nagyon nem való a kutya, nagyon-nagyon szeretem a kutyákat, de nagyon nem való még nekem, nem lenne se időm rá, és tényleg nem állok készen erre. A srácok is felvettek egy videót, úgyhogy mind a hármunknál lesz egy videó, egyszerre fog kimenni, úgyhogy ha ezt megnéztétek, nézzétek meg az övékét is, de azért nézzétek végig. Hú, holnap is jelentkezek egy videóval, úgyhogy holnap ugyanígy találkozunk a csatornán, utána nem tudom mikor, de hamarosan jelentkezek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, ma is lefesszük a Instagramon, és holnap találkozunk, sziasztok!